Május utolsó vasárnapján a hősök előtt tiszteleg az ország. Azok előtt, a katonák és civilek előtt, akik a legdrágábbat, életüket adták a hazáért az első és a második világháborúban. Cegléden, ahogyan minden évben, most is a Széchenyi úti világháborús emlékműnél hajtottak fejet a hősök előtt. 1925. május 1-én a honvédelmi miniszter hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. Az átkos kommunista rendszerben 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések, idézte fel köszöntőjében a polgármester. Az első és a második világháború hőseiről Magyarországon hosszú idő után 1989. május 29-én Szekszárdon emlékeztek meg ismét nyilvánosan, míg az első állami rendezvényt 1990-ben tartották meg. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi törvény pedig ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő májusának utolsó vasárnapját. A mai napon gondoljunk mi is azokra a százezrekre, akik értünk és szeretett hazánkért haltak meg, a két világháborúban és a forradalmak során, folytatta a polgármester. Hajtsunk fejet a hősök előtt, akik embertelen körülmények között is bátran küzdöttek. Hajtsunk fejet a hősök előtt, akik bajtársukat megmentve áldozták föl életüket. Hajtsunk fejet a hősök előtt, akik a frontról szörnyűséges munkatáborokba kerültek. A polgármester köszöntője után az emlékezők a Kossuth Lajos gimnázium diákjainak irodalmi műsorát hallgathatták meg. Kiszolgált vénsesok, bundások, kölyök, regruták, ha-hó, kúrjancsatok, hisz vérpestít a harsogás, hallom, hogy döntve léptek, baka, baka. A tanulók Kékkői László főhadnagy Tűzözön című frontregényéből olvastak fel. A részleteket a hősökre emlékező versek színesítették. A diákok műsora után az emlékezők megkoszorúzták a világháborús emlékművet. A kegyelet virágait helyezte el Ceglédváros önkormányzata, a Honsz Ceglédi szervezete, a Ceglédi tankerületi központ és a Kossuth Lajos gimnázium, a Ceglédi járási hivatal, a Ceglédi szakképzési centrum, a Török János egészségügyi és mezőgazdasági szakközépiskola, valamint a Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület. Az emlékezők ezek után az újvárosi köztemetőben megkoszorúzták az első világháborúban elesett katonák felújított sírhelyét. A hősök lelki üdvéért a történelmi egyházak képviselői mondtak imát.